Jó estét kívánok, hölgyek és urak, egy nagyon régi vágyam vált ma valóra, hogy én konferáltam fel a kedvenc zenekaromat, az első pesti rackák. A mai esti műsor Géretz Attila verseire épül. Fogunk róla beszélni, majd nem ilyen térítő szándékkal, hanem tényleg egy nagyon-nagyon érdekes sors, nagyon magyar. Nagyon érdekes az egész. Azt mondjam, hogy viszont nem ilyen tribute műsorra készültünk, hanem egy bizonyos gondolaton fogunk végigmenni. Azért nézek a papírba, hogy például egy kicsit indításnak vizsgáljuk meg a hatalom és a művész viszonyát egy Petőfi versen keresztül. Zsoltika. Megírta a Budapest éjszakája szót, és repült fel a szín.
szívedre. Repült fel a szívedre. Ady Endre akkor annyira beletalált, még senki nem írt soha ennyire jó nótát. Dalt az éjszakáról, a pesti éjszakáról, a sírba vigadásról, a magyarok arról. És repült fel a szívedre. Repült fel a szívedre. Most fennülnek egy felhőn, és Petőfivel szórakoznak. Megyünk mi is egyszer, remélem befogadnak. És előttünk is kinyílik majd egy ugyanolyan ajtó, és együtt ül a felhőn az a sok drága jó generáció. És repülünk fel a szívedre. You gotta move. Repülünk fel a szívedre. Petőfi Sándor egy Goromba tábornokhoz című levelét megzenésítettük, és ennyit az anyanyelvünkről, mert még a leveleket is meg lehet zenésíteni. Most azon mesterkedek én, meg a Gabi már egyet írt is, hogy Rejtő Jenő bizonyos mondataira írni zenét. Mert nem megcsinálni egy rejtőt, feldolgozni rosszul egy rejtőkönyvet, amit lehetetlen, mert ugye annyira gyönyörűen ír Rejtő Jenő, hogy egyszerűen mindenkinek egy teljesen más kép van a fejében, és ezt nem lehet uniformizálni, ezt egy jó képen nem lehet kiváltani. És viszont egyes mondataira igenis majd lehet zenét írni, de ennek előszereként, mint egy tanulságként Petőfi Sándor levele következik egy Goromba tábornokhoz. Csak vagyok, hogy oly parányok, amin ön levet kalappal szóljanak velem. Ön engemet gorombasságival elhangozott, hogy két orcán pirult. Igen, pirultam. De nem magamért, pirultam a magyar sereg miatt, hogy annak egy tábornokja van. Ott szabad. De bánik szépen jó fiakkal, különben azt hiszik, hogy őket elszándékszik ön kergetni a seregből, és ez kemény vád lenne majd. Kemény vád. Gorombaságit éppen rajtam űzi. Nem féle ön, hogy tollamnak hegyére tűzem fel önt. Ez a toll, Istenemre, hegyesba törnél lelkiismeret, és akit megszúrok véle, fáj neki még akkor is, ha a sík férgeit szívogatják ott lenn a föld alatt. Thank you.
tenni, de amit saját kardjába tenni, képtelen tollamba tenni, én nem akarom. Hát nem fogom önt megörökíteni. Tábor! Csak azt ajánlom, ha még részt a szerencsétlenségünk egymáshoz, akkor beszéljen vélem emberségesen, mert én ugyan nem tartom magamat nagy embernek, de akkorácska csak vagyok, hogy oly parányok, aminő ön a levet kalappal szóljanak velem. Levet kalappal szóljanak velem! A költő egyébként, aki a Székesfőváros biliárd bajnoka volt, nem vetette meg az éjszakát, úgyhogy méltó példaképünk ebben is, csak sokkal jobb verseket ír, mint mi. Egyszer kiment úgy a sorakozóra, hogy nem volt begombolva a galéria, és nem vett nyakrendőt. Úgyhogy kiment így, és ezzel összeveszett a tábornokra, és nekiírt ezt a gyönyörű verset. Azt mondja, hogy elkezdtük ugye a hatalom kontra művész, utána a költő, tehát ezt szűkítettük egy kicsit a kört, a költő kontra hatalom viszonya, és így el is jutottunk ennek az estének a tagadhatatlan hőséhez, Gérec Attilához, aki egy katona családból származott és Kis Ludovikát végzett Nagyváradon, aztán utána angol hadifogságból jött haza 48-ba, és utána nála laktak a volt bajtársai, és ezért lecsukták őt államellenes szervezkedésére, és akkor kezdett el írni. A füveskerti költőkkel, Kárpáti Kamilla például velük ült együtt Vácon, és akkor hirtelen így elkezdett verseket írni a semmiből, és aki ő egyébként, aki sportoló volt, válogatott sportoló volt, öntusázó és sportlövő, és ezektől a költőktől hihetetlen sok információt nagyon rövid idő alatt begyűjtött, és iszonyú érdekes verseket írt, és az ő arcpoétikáját szeretnék muzsikálni. Verseink közül elsőnek a műsorból. Bocsánat, egy kicsit, ez most nem ilyen showbizniszes buli, úgyhogy egy picit ilyen meg vagyok illetődve, hogy ennyit kell beszéljek, de szívesen beszélek. Mert utána megszólal a zene, és egyből értelme ilyen az egész. Egyébként ezért vagyunk muzsikusok, mert... Okay. Thank you.
és eltáncolunk a fejetek fölött. Így bocskorosan ugye megnevettek, ha már betölni egynek indulok. A számom igaz mosolygás, a jetszó, a füttyöm csibészes, én is feljutok. Kereskedelmében nyugodt, hogy Petőfi Sándor se, tehát nem lesz Petőfi Sándoros baseball sapka. Bőgre meg kitűző, meg ilyen íze, ő balhé. És ez nem véletlen az sem, hogy nem muzsikálok forradalmi verseket forradalmi költőktől. Mert az szájkarate, szerintem. Tehát nem szabad, mert nem voltunk forradalomban. És voltunk a Műegyetemen egyet muzsikálni, az Így bocskorosan, pontosan ezt a dalt játszottuk. És az volt a döbbenetes, hogy ott ült még jó pár ember, aki tevékenyen részt vettek be a forradalomból. Tehát ott ültek az idős emberek, akik ott harcoltak, és hirtelen az ember nem látja olyan könnyűnek elmuzsikálni ezt a verset. És ezért nem szabad szerintem ilyen forradalmi verseket muzsikálni, de az politikát is mindenfajta egyebet szerintem meg igenis kell, hogy az emberek kapjanak egy kis képet arról, hogy ezek a költők, ezek nem egy szobor talapzatra fölállított ilyen bármilyen kőből kikaragott akármik, hanem ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. És ebben a városban éltek, és pont itt lövöldöztek, itt harcoltak. Kéret Attila is, és Petőfi Sándor is. És a következő versnek az a címe, hogy Daróc a szürkéhez, és az a sors ellenére, amire későbbiekben bővebben egy picit ki fogunk térni, ez az ember ez nem gyűlölködik soha. Tehát indulatok persze vannak benne, harag, dű, meg egy csomó pozitív indulat is, meg óriási életerő, de gyűlölet nincsen benne. És erről a legszebb vers, amit életemben olvastam, az a Daróc a szürkéhez című Géret Attila vers. Én köszönnék, és tám előzni.
szeretnék sok meleg szája metsző fagyat. Csak ismernéd meg néha-néha a puszta tényt, hogy ember vagyok. Sok meleg száj a metsző fagyot. És az már, annyira bennem van a muzsikálás, hogy egyszerűen rendesen nem is tudok elmondani egy verset, csak ritmusra. Én köszönnék, stán előznék, a sok meleg száj a metsző fagyot. Ilyen az anyanyelvünknek a ritmusa. Nagyon kész vagyok én ettől. A következő, ugye ott tartottunk, hogy a költő a rettenetes ereje ellenére sem gyűlölködik. Ugyan azt tudni kell, hogy ő csak börtönben írt verset. És a börtönben ezek a füveskerti költők, ahogy mondtam az előbb, nagyon nagy hatással voltak rá, viszont nagyon sokfajta hatással is, és ezért a korai halála miatt nem volt idő arra, hogy a saját egyéni költészeti stílusa kiforjon. Nem beszélve arról, hogy ugye papírt se kapott, úgyhogy ilyen WC papírdarabokra meg szalvétákra írt a verseit, és aztán női elítéltek csempészték ki, úgyhogy ilyen pici kis könyv van tőle. Az életmű az ekkora, viszont gigászi. És most egy olyan dalt szeretnénk tőle muzsikálni, Kenyéren és vizen, ez a címe. Voltak olyan periódusok a börtönön belül, amikor tetőzött a... Egyszerűen nem is tudok mit mondani, nem tudom, ezt nem is szeretném minősíteni, mert pont az ő szellemével élve nem is szándékozom egyáltalán minősíteni ezt az egész börtönlétet. A Kenyéren és vizen című verset fogjuk most muzsikálni. Cétus, kérlek szépen. Beérem azzal, hogy arcodat viszem. A mocskos padlón fekszem, hátam vetem a falnak. A fájdalom lehet-e versem, hatalmad? Másom sincs, uram, beérem azzal, hogy arcodat viszem. Csak így bírtam még el, kenyéren és vizen. Próbálgatom anyám mosolyát, lelkére még dalaim szórnám. Könnyeket, amik nem fagynak át a formán. Másom sincs, uram, beérem azzal, hogy arcodat viszem. Csak így bírtam még el, kenyéren és vizen. Thank you.
általában ismerünk, nem általában, ez egy butaság, hogy nem akartam mondani, hogy általában. Ismerek egy embert konkrétan, aki börtönben volt és a börtönben megtért. És ő egy ökölvívó edző, és nagyon jó barátunk, és egy nagyon tiszta szívű manus most már. Egyébként egy orbitális gigacsibész volt régen. És egyszerűen mindig felvetődik a kérdés, hogy akkor miért volt ez az egész megtérés, vagy miért, ha a megtérés igaz volt, akkor miért volt előtte a bűnözés. És egyszerűen egyetlen egy tanúság van az én számomra ebből, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Nem lehet tudni sose. És ez az Istenhit, ami Gélec Attilának a verseiben van, az a véleményem szerint az nem egy kapaszkodó. Tehát nem azért hisz ő Istenben, hogy aztán kikerüljön a börtönből és megúszza az egészet, hanem mert nem marad neki más. És egy olyan ponthoz érkeztünk most el a műsorban, amivel nem valami tragédia következik, hanem egy nagyon... Tehát ugye válogatott sportoló volt, és megszökött a börtönből. A Váci börtönből télen átúszta a Dunát. Nem, az már volt a bocskorosabb. Átúszta a Dunát, és az első ember, akivel találkozott a másik oldalon, az egy rendőr volt. És testnek kell képzelni, hogy a rendőr elengedte. És ugye 53-ról beszélgetünk. És a rendőr elengedte, megmutatta, merre van az első lakott település, és oda ő eljutott, és utána följutott Pestre. És én beszéltem a hölgyel, az akkori barátnőivel, egy nagyon kedves idős hölgy, és neki az egyik ismerőse földobta és visszakerült a börtönbe. És a Váci szökés erről írt egy e-poszt, a börtön e-poszt, és abban benne van a közelharc, amit az ávósokkal vívott, és az, hogy a végén csak úgy tudták megfogni a végén, hogy ugye ketten mentek rá, a végén lenyomták a földre, és a kibiztosított pisztolyt rányomták a fejére. És akkor utána bekerült a ragomobilba, és ott viszont meg valami, ahogy ő írja, ilyen hihetetlen tisztelettel bántok vele. És nagyon érdekes ez a dolog, ezt a szökést ő megírja, és nagyon ajánlom mindenkinek egyébként, mert nagyon érdemes ezt a rövid életművet átolvasni, ez interneten is fenn van, és következik akkor ez a Váci szökés. És valahogy a korszak nekem absztrakt, tehát az egész olyan, a mai szemmel, ugye én 68-ban születtem, 12 évvel a forradalom után, és az én gyerekkorom az ehhez képest felhőtlen volt. Külvárosi srác vagyok, meg minden, és de attól függetlenül, hogy teljes szabadságban éltünk, mert leléptünk, aztán mentünk mindenhova mi, és ezt mi el se tudjuk képzelni. Amit az idősebb generáció a saját életében megélt, azt arról nekünk ebből a szempontból fogalmunk se lehet, és pontosan ezért van ezekre a versekre szükség. Tehát következzen ez az absztrakt, nagyon érdekes Váci szökés börtönekhozból egy részlet. Mikor felértem a partra és gyarokatba lebuktam a gát, de én fény gyúlt. Tekerekbe akár csak a kobrat a fűbe simultam. Egyedül lehet, én felálltam. Az őr felemelve kezét szólt. Ki az? Maga mit keres itt? Váciról szöktem az éjszaka. Lentről a szürke folyam kavarog át. Szótlan én meg a rendőr egymásra fogott magyarok. Én néztem az állahegyét, belendül a fál, hová majd lecsapok. Váciról szöktem az éjszaka. Lentről a szürke folyam kavarog. Az őr felemelve kezét szólt. Ki az? Maga mit keres itt? Őrház, ide messze esik, de átérsz a lelkem, míg vakító fényfor. A rossztól a kénytelenik, de átérsz a lelkem, míg vakító fényfor. A rossztól a kénytelenik. Vácról szöktem az éjszaka, lentről a szürke folyam kavarog átunk. Szóltad én meg a rendőr, egymásra fogott a magyarok. Én néztem az állahegyét, belendül a fál, hová majd lecsapok. Vácról szöktem az éjszaka, lentről a szürke folyam kavarog. Itt térjen a fült vele, mondtam, s lefőtve a lángot, az ökle kinyúlt. Én néztem a hála szemével a rökre, hazánk csak a könyvteli múlt. De vajja, hazának az ember örökre hol, két ököl összesimult. De vajja, hazának az ember örökre hol, két ököl összesimult.
te simult, a hős nem simul, nem érzelgő, mondhatod sárszag morál, de ne hidd, hogy mert ő a férfi, a szíve helyén holmi bádog áll. Hol én sírtam, sírtott az erdő is szállt, ezer kis fénybogár. Hol én sírtam, sírtott az erdő is szállt, ezer kis fénybogár. Vásról szöktem az éjszaka, lentről a szürke folyam kavarog átunk. Szóltam én meg a rendőr, egymásra fogott magyarok. Én néztem az állahegyét, velem dől a vál, hová majd lecsapok. A vácról zögtem az éjszaka, lentről a szürke folyam kavarog. Nagyon szépen köszönjük. Ugye ott tartottunk, hogy földobták Pesten, az ismerősünk is visszakerült a börtönbe. És ugye a zajló Dunát áthúzta, és tüdőgyulladás kapott, és ez itt ilyen 40 akárhány fokos lázgörcsel szigorított zárkába tették, és ott írta a következő elképesztően életvidám verset, és ezt most tessenek meghallgatni, mert egyébként ezért szeretem én ezt az embert, és ezért a legnagyobb példaképpen. Kicsit azért is van közelebb hozzánk, mint Petőfi Sándor, mert ugyanabban a korban élt, amiben ő. Az én van fátyolos, mint egy könnyes lányszem, de lehajlik kéken, hogy dalomat kezdem, s mint te szoktál, kedves, alkam ugyanél, nyakamba fonódó, szűz karokkal a fény. Az én van fátyolos, mint egy könnyes lányszem, de lehajlik kéken, hogy dalomat kezdem. Hey, ma nekem perkös, jó kedvemben vagyok, szemem is másképpen kisfiúsan ragyog. Te se szokom, kedves, lásd, átszövik a kint, minden valóság rázkozott álmaink. Zárkám kopott falán, nézd, de nyüzsgő karnevál, tréfás, fiú, állarcok, lekocatnak reám, s a vasrácsok előtt gomolygó porszemek, csillogó pókás, körtáncot lejtenek. Zárkám kopott falán, nézd, de nyüzsgő karnevál, tréfás, fiú, állarcok, lekocatnak reám. Hé, ma meghem perdős, jó kedvemben vagyok, szemem is másképpen kisfiúsan ragyog. Te se szokom, kedves, lásd, átszövik a kint, minden valóságnál igazabb álmaink. Az, hogy ilyen körülmények között is a szerelem megjelenhet, és nem csak a költészetben, hanem egyébként is az életben. Tehát ennyit a hatalomról, ennyit az elnyomásról. Tehát ittben mindenki szabad, és ez az ember volt a legszabad. Következik egy igazi szerelmes vers a börtönből, kis dal a mosolyról. Tehát minden szépet észre kell venni. Annyira tanít minket, hogy ezt külön köszönjük. Nem is nekem szólt, csak a társnak szántad, a mosolyom csak szépen csiszolt, égszere volt szádnak. A mosolyom villanó volt, beleringott vállat, a mosolyom új divatot hord, hordja majd egy század. A mosolyodod úszott a hold, a mosolyom csak emberi volt,
az a szabály, hogyha elrontok egy verset, akkor nem folytathatjuk, mert ez nem ilyen referénárosító cucc. Bocsánat, tessenek utána nézni az internetet. Elnézést kérek mindenkitől, hogy elrontottam, és a költőtől is elnézést kérek. Figyeljetek, srácok, akkor egy átust játszunk el. Igen, mert a vers az nem az enyém. Lehet, hogy a szerelem követeli ki magának ezt a dolgot, hogy lehet, hogy ez nem az az este. Folytassuk akkor a műsor, gyerekek, a következő versen, ami be van írva. Íme vett, Uram, a sorsom, úgy lankad elébed, mint Krisztus főpam, amely már tövisekkel érett. Ez a sor. És egyébként ez lett volna a finálé, hogyha nem cseszem el sajnos ezt a verset, de legyen akkor úgy, hogy ezt a verset muzsikáljuk most el, és a vége az a költő életének, hogy ugye kitör a forradalom, és ő kiszabadul. És akkor volt az életében az egyetlen olyan reális esély, hogy ezt élve megúszza, hogyha akkor diszidált volna. Ez eszébe se jutott. És egy ugye katonacsalád, frontot járt katonaemberről beszélgetünk, válogatott sportolóról, és most már költőről is. És ő azonnal Pestre jött, és a Dohány utcába Molotov koktéllal is, ami a kezük ügyébe esett, elkezdte harcolni a tankok ellen, két tankot ki is lőtt, és közben még az előbb említett hölgyet, akivel volt szerencsém beszélni, még fölhívta a telefonon. Utcai fülkéből még fölhívta, beszámolni róla, hogy minden rendben van. És a hölgy mondta neki, hogy most már azért a november akárhanyadika van, pontosan nem tudom a dátumot, hogy most már itt vannak az oroszok, lövik szét Pestet, meg mindent, meneküljetek is. Eszébe sem jutott, hanem utána még ott a Kauzátér környékén nagyon komolyan harcoltak, és ott kapták, ott egyszerűen legénypuskáztak egy következő harckocsiról, legénypuskáztak őket és a barátait, és így haltak meg. És Kauzátéren temették el, és onnan exhumálták, utána pár hónappal később is utána temették el őt. És legyen ez a példa, ha valaki a szabadságunkat veszélyezteti, akkor szájkaratizás nélkül egyszerűen addig nem is kell ezen gondolkodni, de ha véletlenül ilyen történik, akkor ennek az embernek egy sorra jusson eszünkbe. És nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták ezt az estét Gérez Attila és Petőfi Sándor versenyt. Köszönjük szépen! Thank you.
Érdekes dolog, hogy ugye mi volt ennek az egész forradalomnak a lenyomata a mi életünkbe. A mi életünkben az volt, hogy teljes mértékben szabadok tudtunk lenni. És már az utána következő generáció, aki a 60-as években élt, aki akkor volt fiatal, már ők, akik nem kevésbé voltak forradalmárok, ugye Luxemburg Rádió, Szabad Európa Rádió, stb. Itt pontosan, itt a József utca 9-ben lakik a Tibusz, a Tátrai Tibor, meg itt lakott nem lesz az Orszácki Cseki is, és ők kezdték el Magyarországon azt a kultúrát, zenei kultúrát felépíteni, behozni ide azt az amerikai zenét, ami azt a társadalmat is szétrobbantotta, és ezt is szétrobbantotta, és a végén óriási segítséget nyújtott abban, hogy ez az egész kommunizmus megszűnjön. Hogy a mi életünkben reméljük, hogy többet nem kerül már arra sor, hogy ilyen költők utcai harcba essenek el. Ezt nagyon szépen köszönjük a forradalmároknak is, és a későbbi forradalmároknak is. És ezért a Jimi Hendrix számmal szeretnénk búcsúzni, melynek az a címe, hogy Little King, és egy magyar népdalt fogunk rá énekelni. Thank you.
köszönjük szépen, hogy voltok itt a munkatállalatok a forradalom kötörését. Október 27-én a műalkatából indulunk az egész. Ott is volt a szerencsét műzikálni, hogy tanári hova jó Isten minket ezzel, mert megadja nekünk ezeket a lehetőségeket. És azt is, hogy találkozhattam Gérez Attilával, és ez egyszerűen egy olyan áldás. Azért nem dolgoztunk fel tőle több verset, mert nem akarunk üzemszerűen pénzt keresni forradalmi költők nevével. Köszönjük szépen, hogy ma este eljöttek. Isten áldjon mindenkit! Remélem, hogy a találkozhatunk újra ugyanak. Köszönjük!